Hatalmas robbanást lehetett látni és hallani csütörtök délelőtt a Tiszán, Tiszalök és Tiszadada között. A fülsüketítő zajt és remegést még kilométerekre is lehetett hallani és érezni. Hallottuk a, a robbantást, itt volt rend a Tiszán, hát egy kilométerre vagyunk a Tiszához, és akkor hallottuk, itt szóltak a katasztrófa védők, hogy nyissuk ki az ablakokat, kinyitottuk, és remegett a ház, mikor ide, mikor robbant a robbanottak lent a tisztán. A robbantást a készenléti rendőrség tűzszerészei végezték. A szakemberek tíz darab egyenként 5 kg-os jégrobbanó töltettel próbálták felszabdalni a folyópáncélját. Szinte nincs olyan átmérőjű jég, vagy legalábbis Magyarországon nem képződik olyan, amit ne tudnánk megfelelő perforátorok használatával átütni. Hangsúlyozom, ezek nem bombák. Itt nem magas hatályú, brizáns robbananyagokat használunk. A robbantásra azért van szükség, mert Záhony térségében több mint 10 kilométeren jégtorlódás alakult ki a hétvégén indult árhullám hatására, és nem lehet tudni, mikor zúdul le a folyón lefelé, ez az irdatlan mennyiségű jég. A jégtorlódás ráadásul némileg visszaduzzasztja a folyót, így jelentős vízszintemelkedés is tapasztalható Záhony térségében. A szakemberek azt mondják, a jégtorlódás és az árhullám együtt, itt vagy akár más kanyargós folyószakaszokon helyi árvízzel fenyeget ez az árhullám el fogja érni ma éjjel holnap ezt a tiszalöki vízerőművet, ahol állunk. Itt kell majd ezt átengednünk, hát meglátjuk, hogy majd jéggel vagy nem jéggel, tehát zajló jéggel vagy álló jég alatt el tudjuk engedni, ez most a nagy kérdés. Újabb árhullámot egyelőre nem várunk. A robbantás arra is jó volt, hogy a szakemberek gyakorolják a jégpáncél feldarabolását, mert előfordul, hogy rövidesen akár záhony környékén is szükség lesz hasonló beavatkozásra. Az árvízveszély elkerülése érdekében folyamatosan jégfigyelő szolgálat működik, és másodfokú árvízvédelmi készültséget is elrendeltek záhony térségében. A Feti Vizik tájékoztatása szerint több mint száz munkatársuk dolgozik a Tisza megyei szakaszán.